hiába öntözött, ha nem jó a talaj. Virágokra is, emberekre is igaz, hogyha nem jó közegben nevelkednek, akkor elsorvadnak. Szeretettel köszöntelek, Kocsis Gábor vagyok, a alapítója. Hogyha elkezded összeszámolni azokat a szokásaidat és azokat a gondolataidat, amelyek nem a számodra ideális életet segítik, akkor hol állnál meg a számolásban? De nem kell mondjuk messzire menni, nem kell számolgatni. Akár egyetlen egy szokás, vagy egyetlen egy gondolat is elég ahhoz, hogy megakadályozza, megakadályozzon téged egy olyan életnek az élésében, ami, amire vágysz, ami belül a belső gyermeki hangot szerint járna neked, amit szeretnél megélni. Ezek a gondolatok, amik egy idő után korlátozó hitrendszerré csontosodnak, gyakorlatilag egy kalitkát, egy, egy börtönt jelentenek számodra. És az a legabszurdabb az egészben, hogy ezek nem is tőled származnak. Nem úgy születünk, hogy jönnek velünk ezek a, a korlátozó hirdelmeink, hogy én nem vagyok elég jó, én nem lehetek sikeres, nekem nem lehet megfelelő társam, hanem ezeket valahonnan kapjuk egy olyan közegből, amiben nevelkedtünk. Olyan mintákat látunk, amik megerősítik, vagy először kiala segítenek kialakítani ezt a hitrendszert, és utána pedig megerősítik, rögzítik. És ugye az anyuk úgy működik, hogy hogyha kialakult egy hitrendszer, akkor tudatalat mindig annak a megerősítésére törekszünk. Ugye ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy gyakorlatilag kiszűröd azokat az információkat, amik nem a hitrendszerednek megfelelőek, nem szándékosan, hanem tudat alatt. Mert a hitrendszeredbe kapaszkodsz, az adta a biztonságot a kiskorodban, és most is az adja a biztonságot. Ezért változtatnak nagyon kevesen. Tehát kiszűröd azt, ami, ami, nem a hitrendszerednek megfelelő, és azt engeded be, ami, ami megerősíti a hitrendszert. Ezért van az ugye, hogy ha valaki mondjuk fél attól, hogy, hogy ő nem lehet elég sikeres, akkor, akkor aki sikeres, az biztosan szerencsés, ugye rá süti ezt a bélyeget. Vagy hogyha valaki abban hisz tudat alatt, ugye ez a, korlátozó hitrendszere, hogy ő neki nem lehet megfelelő társa, nem lehet családja, nem lehet boldog élete, akkor azokat a az embereket, akik, akiknek mégis, mégis boldog életük van, mégis boldog párkapcsolatban élnek, azokat az embereket elkezdi valahogy megcímkézni, elkezdi racionalizálni azt, hogy hogy, hogy a, a saját hitrendszer az valid, és azok az emberek biztos csak takargatják a, a, a szart, ugye ami ott van a, az ágy alatt, és, és ez lehetetlen, hogy, hogy valaki sikeres és boldog legyen. Úgyhogy ezek azok a gondolatok, ezek azok a félelmek, amik, amik akár egy egész életen keresztül végig tudnak kísérni téged. És, és ugye ezért van az, hogy hogy nagyon fontos, hogy milyen közegben nevelkedsz. Ugye van ez a, a mondás, hogy annak az öt embernek az átlaga vagy, aki vele a legtöbb időt töltöd. Én azt gondolom, hogy en, ez így önmagában nem teljesen igaz, de van, ben, van elég komoly igazságtartalma. Úgyhogy, úgyhogy, érdemes körbenézned, hogy azok az emberek, akikkel nagyon gyakran találkozol, akár a, a, a családtagjaid, akár a, a, munkatársaid, akár a barátaid, ezek az emberek, vagy akár a, a akikkel mondjuk a munkát során ügyfélként vagy szolgáltatóként kapcsolatba lépsz. Tehát ezek az emberek milyen gondolati minőséget képviselnek? Ők azok, akik erősítik azt, amerre te szeretnél haladni, vagy visszahúznak tőle? Hogyha például mondjuk a szüleidnél azt láttad, hogy mindig spóroltak, és mindig, mindig, a, bennük volt a félelem, hogy ezt nem vehetjük meg, mert nem, nem fogunk tudni megélni akkor, hogyha te mondjuk egy vállalkozóvá válsz, benned lesz a, a félelem, hogy neked nem lehet elég bevételed. Te nem vagy képes arra, hogy hogy, hogy jól keressél, hogy jól megéljél, spórolnod kell. Ugye ez a szegény ember gondolkodásmód. Vagy hogyha azt láttad, hogy a, a családodban mondjuk a, az agresszió volt a, a megoldó kulcs, legalábbis egy próbálkozás a megoldásra, ugye tudjuk, hogy ez zsákutca, de hogyha mondjuk a szüleid folyamatosan beszekedtek egymással, agresszióval próbálták elnyomni egymást, vagy egyik a másikat, akkor ugye mi történik? Megtanulod te is, hogy az agresszió a megoldó kulcs, és vagy az lesz, hogy te magad is agresszórrá válsz, és nem feltétlenül fizikai agresszióról beszélek, ez lehet verbális agresszió, lehet érzelmi zsarolás, lehet számtalan módja van, hogy, milyen, hogy hogyan tudunk agresszorrá válni, vagy pedig, vagy pedig te magad alárendeled magadat az agressziónak, és egy megalkuvó, beletörődő életet élsz. És természetesen, mint ilyen ember, az agresszorok fognak rátalálni, és ők, ők nekik fogod átadni magadat. Úgyhogy ez az, ami a hatása annak a közegnek, amiben nevelkedtél. Még sok évvel ezelőtt tartottam egy előadást hhh Há -há gyerekeknek, ugye ez a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek. A iskolavezető elmondta, hogy, hogy volt olyan év, amikor az adott osztályban nem volt olyan gyerek, akinek legalább egy szülője ne lett volna börtönben. És euh, volt olyan, akit egyébként a nagyszülők neveltek, mert mindkét szülő börtönben volt, tehát nagyon-nagyon nehéz körülmények között euh, élő gyerekekről van szó. És ezeknek a gyerekeknek tartottam előadást egészséges életmódról, aztán önvédelmi gyakorlatokat mutattam nekik, és euh, eleve látszott az, hogy, euh, hogy a közeg, amiben élnek, amiben a mindennapjaikat töltik, az milyen hatással van rájuk. Ugye elkezdtek kóstolgatni először, nem vettek komolyan, és amikor ugye látták, hogy egyrészt nem találnak fogást rajta, másrészt pedig kapcsolódni szeretnék velük, és, és őszintén szeretném nekik azt adni, ami, ami, amire szükségük van, meg ami jó nekik, akkor elkezdtek figyelni, elkezdtek nagyon érdeklődőek lenni. Kijött az a, az a valódi énjük, aki, aki érdeklődő, aki, akiben ott van a szeretet, aki persze picit zsivány, de azért, de azért jó, jó, lélek. És, és utána, amikor eljöttem ebből az iskolából, belegondoltam, hogy, hogy ezek a gyerekek hova mennek haza. És hogy, hogy hiába volt ott az alatt, a pár óra alatt egy kis változás, egy kis reménysugár, utána ugyanoda visszamennek ugyanabba a közökbe. hiába locsoljuk meg egy picit a virágot, hogyha nem jó a talaj. Hogyha, hogyha egy mérgező talajban növekszik. És ez csak egyetlen egy impúzus volt, amit én adtam nekik. Ott vannak azok a tanárok, akik minden tiszteletet megérdemelnek, és minden egyes nap beleteszik ezeket az impúzusokat ezeknek a gyerekeknek a lelkébe. De még ők is kevesek hozzá, hogy, hogy alapvető változást érjenek el mindenkinél. Azért mondom, hogy mindenkinél, mert vannak, vannak sikersztorik, vannak, vannak olyan gyerekek, akik igenis ki tudnak törni abból a közegből, ahon, ahonnan jöttek, de az kemény meló. És nagyon sokan sajnos visszacsúsznak. És ugye a párhuzam az felnőtt embereknél is ugyanígy ott van, hogy, hogyha te küzdesz azzal, hogy elég értékes vagy-e, elég jó vagy-e, meg tudod-e valósítani az álmaidat, tudsz-e olyan munkahelyen dolgozni, ahol szeretnél, vagy tudsz-e vállalkozó lenni, vagy lehet-e boldog párkapcsolatod, vagy, vagy eljutsz-e valaha az Antartiszra, vagy bármi, ami, ami ott van benned vágyként. És hogyha te küzdesz ezzel, és ott van benned az a hang, aki azt mondja, hogy de hát ez neked nem sikerülhet, de hát tehez kevés vagy, de hát te mit, mit is próbálkozom, maradj a seggeden, akkor, akkor ez az a korlátozó hitrendszer, ami a mérgező talajból jött. És ugye nagyon egyszerű ilyenkor a tanács, amit nagyon a legtöbben mondani szoktak, hagyd ott a francba az egészet, kész, ezért ennyi tovább. Jó, oké. Okay. Tehát az első... Első blikre az jön megoldásként, hogy oké, okay, hagyd ott a, a korlátozó környezetedet, lépj ki, és olyan közegben kezdjél el növekedni, ami téged támogat, ami felfelé húz. Igen, ám, de mi van akkor, hogyha nem tudod vagy nem akarod ott hagyni ezt a környezetet? Mert mondjuk a szüleidről van szó, vagy a barátnődről van szó, vagy, vagy éppen egy olyan élethelyzetben, vagy hogy, hogy egyszerűen, nagyon-nagyon sok áldozattal járna az, és akár a megélhetésed, vagy akár az életed is veszélybe kerülne, hogyha hirtelen abból a közegből kimozdulnál. Mi van ilyenkor? Mit tudsz tenni? Egyrészt az első lépés, hogy nem érdemes beletörődni, hogy ez mindig így lesz. Nem érdemes abba beletörődni, hogy te, neked ebben a közegben kell leélned az életedet, és az álmaidat dobhatod ki a kukába, mehet minden a, a viszed majd magaddal a temetőbe, tehát nem, nem, kell ebbe beletörődni, ez nem így van. Most lehet, hogy ez az állapot, hogy, hogy, nem tudsz, vagy nem akarsz kimozdulni ebből a közegből, de ennek ellenére te tudsz növekedni, tudsz fejlődni. Mit tudsz ilyenkor, ilyenkor csinálni? Ugye az, hogy itt van az internet, itt van az információ áramlás lehetősége előtted egy hatalmas nagy segítség. Bárhol a országnak a legeldugottabb zugában élsz, hogyha most látod ezt a videót, akkor neked hozzáférésed van az internethez, és te magad el tudsz kezdeni gyűjteni olyan információt, olyan Impulzusokat, amik téged emelnek. És e, ilyenkor jön az első akadály. Ó, de hát sikeres, ó, de hát neki ez van, de hát neki mennyi más lehetősége volt, ami nekem nem adatik meg. Ezért becsukom az egészet a francba, le, lecsapom a laptopot, vagy a, a kikapcsolom a telefont, és hagyom a francba, mert hát csak idegesít, hogy ő sikeres, én meg nem lehetek az, vagy ő boldog, én nem lehetek az. Nem érdemes itt megállni. Mert, mert ez csak a felszín. Ez csak a felszín, hogy, 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 te egy első ellenállást mutatsz a fejlődés, a növekedés, a lehetőségek iránt. Inkább érdemes magadban nézni, miért, miért van benned ez a görcsösség, miért van benned ez az ellenállás. Honnan jönnek ezek a korlátozó hitrendszerek, ki az, aki a környezetedben, hogyha megfigyeld az embereket, meg fogod találni azokat a mintákat, amiket te is hordozol magadban. Ó, hát ez az anyukámtól jön, ó, hát ez a barátnő mondogatja mindig. És elkezded tudatosan figyelni, hogy jó, de hát ezek nem, nem kell, hogy az én gondolataim legyenek. Ő ebben hisz, ő meg abban hisz, de nekem nem kell. Ezeket elfogadni. Nem, nem kell befogadni. Elfogadni érdemes, de befogadni nem. Befogadni nem kell. És amint elkezded egy picit tudatosan nézni a környezetedet, el tudod kezdeni izolálni magadat ezektől a gondolatoktól. És ezzel párhuzamosan, ha csak hagyod, hogy ilyen impulzusok érjenek, ami, ami pozitív, ami fölfele húz, ami afelé vezet, ami, amilyen emberré szeretnél válni, vagy amilyen életre vágysz. Hogyha hagyod ezeket az impulzusokat befelé áramlani, akkor elkezdenek szép lassan átitatni, mint az eső. És hogyha túl sok, túl sok neked, mert ez is lehetőség még, hogy, hogy egyszerűen akkora különbség van a vágyott életed és a jelenlegi életed között, hogy, Túl nagynak tűnik ez az, az ugrás. Elkezded azokat az embereket nézni, akik, akik mondjuk olyan életet élnek, mint te. És ugye itt megjegyzem, hogy az, hogy nézed őket, az egy dolog, de lehetőleg érdemes személyesen is kapcsolódnod olyan emberekkel, akik, akik már megvalósították azt, amire te vágysz, vagy valami hasonlót, vagy valamilyen szempontból tudnak téged inspirálni. Az a legjobb a személyes személyes kontaktus, de természetesen, ha erre nincs lehetőség, vagy a személyes kontaktus mellett, az internet csodája révén bármikor, bármennyi impulzust tud magadba gyűjteni. Olyan impulzust, ami emel téged. Tehát, hogyha, hogyha hirtelen túl nagy az az ugrás, ami a vágyott életed és, és a jelenlegi életed között van, akkor akkor érdemes kislépésekre bontani. Ugye nem kell neked felugrani a hegytetőre. Szép, fokozatosan mászunk oda föl. Hogy tudjuk lebontani a feladatot? Volt egy nagyon sikeres ultramaratonista, aki eszméletlen távokat futott le. És egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy hogy, hát tud ilyen, ilyen brutális teljesítményt produkálni, hogy hogy tud, hogy, hogy tud ennyit tehát ilyen, tehát 200 kilométert egybe lefutni, meg ilyesmi. És azt mondta, hogy mindig csak a következő tíz lépésre fókuszáló. Tíz lépés bárki meg tud tenni. Tehát lebontja pici, apró lépésekre a nagy feladatot. Ugyanez, amit érdemes megtennünk akkor is, amikor, amikor az életünk nagy kihívásaival állunk szemben, és ez le lehet akár egy hitrendszernek a megváltoztatása. Úgyhogy ha, ha túl nagynak érzed az ugrást, akkor érdemes csak egy pici részletet ki, eh, kiemelni abból a vágyott életedből, ami ott mocorog benned mélyen, és, és arra fókuszálni, hogy azt megvalósítsd. Hogyha mondjuk te szeretnél egy gyönyörű családi házat, amiben boldogan élsz, és szeretnél mondjuk, ez most csak az anyagi része, de ugye lelki oldalon is nagyon sok lehet, de most anyagi részben nagyon könnyű példát mondani. Tehát gyönyörű családi házat szeretnél, van két autód, és minden évben el tudsz menni nyaralni, ahova szeretnél, és nem kell gondolkoznod azon, hogy 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 mire költsél, és a gyerekednek bármit meg tudsz venni, amit ami fontosnak tartasz. Tehát mondjuk van egy ilyen célod, és ez túl nagy, nem hiszed el, mert most albérletben vagy, és, és szorongasz, és a hó végén van néhány ezer forintod, akkor, akkor túl nagynak tűnik ez az úrás. Akkor érdemes lebontani, picibe. Jó, akkor először legyen az, hogy mondjuk a jelenlegi, fizetésemnek a másfélszeresét szeretném elérni, vagy a kétszeresét, és akkor hogy tudom ezt megvalósítani? Milyen befektetett munkára van szükség? Milyen lépésekre van szükség? érdemes váltanom, vagy, vagy szükséges-e váltanom munkahelyet? Vagy ezen a munkahelyen belül meg tudom, vagy egy kiegészítő keresetként? Tehát nagyon sok variáció van. A lényeg az, hogy el tudsz kezdeni egy olyan uh, úton haladni ami már a növekedésedet szolgálja. És ehhez tudsz inspirációt gyűjteni, bárhonnan, ami éppen rendelkezésedre áll. Ismerősök, ismeretlenek, internetről, sikersztorik, könyvek, nagyon sok lehetőség áll a rendelkezésünkre. A mostani, mai világunkban nem az a nagy kihívás, hogy, hogy hozzájussál információhoz, hanem az, hogy megszűrd az információt hogy a számodra ténylegesen megfelelő információt fogad be, és a többit az dob ki a francba. Ez a nagy kihívás a mostani világunkban, míg régen nem volt elérhető egy csomó minden, és izoláltan éltek szinte az emberek. Most, most minden mindennel kapcsolódik, mindenki mindenkivel tud kapcsolódni, de ennek ugye megvan az a nagy hátránya, vagy veszélye, hogy egy csomó szemetet is befogadhat az agyad. Tehát most ugye egy megfelelő szűrő kialakítása a nagy kihívás, és, és ezért nagyon fontos az, hogyha meg, nem megfelelő a közeg, hogyha, hogyha mérgező talajban nősz virágként, vagy hát éppen sorvac, akkor, akkor kezd el szép fokozatosan kicserélni a talajt. Először csak egy kis virágföldet, valahonnan, egy, egy ismerős révén, egy könyv révén, egy videó révén, vagy bármi, bármilyen impulzust befogad, akkor, akkor már egy picit változtatta a talajon. Utána még egy picit, és még egy picit, és szép fokozatosan azt veszed észre, hogy tudsz növekedni. És azt veszed észre, hogy egyre jobban leválasztod magadat azoktól a gondolatoktól, amik visszahúznak. És nem kell ellöknöd magadtól azokat az embereket. Ugye ezt is sokan mondják, hogy hajdott a francba panaszkodókat, hajdott a francba azt, aki visszahúz. Én nem gondolom, hogy mindig ez a megoldás. Van, amikor igen, az, hogy kizárod a, a, az életedből az ilyen embereket, az lehet megoldás. De hogyha szereted, hogyha fontos neked, vagy hogyha éppen az a hely, ahol ti közösen töltitek az időt, az fontos neked, nem kell kizárni az életedből, nem kell ott hagyni a fenébe csak érdemes megtanulnod meghúzni a határaidat, leválasztanod magadat az ő gondolatairól, és a tiédet tápolni. És ebben segítség lehet az is, hogy elkezded szépen megfigyelni azt, annak az embernek a gondolkodás és magadban mindig, mindig átalakítani azt az impulzust hoppá, ott látom rajta, hogy ott a szegény ember gondolkodásmód. Vagy ott, ott van az a lemondó gondolkodásmód, hogy neki soha nem lesz megfelelő társa, vagy családja. Vagy, vagy bármi más, ami, ami amivel nem akarsz azonosulni. Megfigyeled, felismered, és utána átfordítod magadban, hogy jó, ez az ő gondolkodása. De hogyan tudom én mégiscsak elérni azt, ami, amiben ő nem hisz. Mi az, amit tanulhatok tőle? Ettől az embertől. Hogyan futja ugyanazokat a köröket? Jó, akkor én most itt változtatok. Picit belenyúlok ebbe a rendszerbe. Mi van akkor, ha? Most én nem azt választom, hogy ugyanazt a kört futom, mondjuk ugyanúgy ismerkedek, mint eddig, vagy, vagy ugyanazokat a Gondolatokat fogadom be, vagy ugyanazokkal az emberekkel beszélgetek, hanem egy picit kimozdulok ebből. Nem kell nagyon, nem kell megijedni, hogy Úristen, most hirtelen elvesztem a talajt, hanem csak egy picit, mindig egy picit. És lökögeted ki magadat abból a talajból, ami, ami téged mérgez. És megtanulod szépen leválasztani magadról azokat a gondolatokat, amikre nincsen szükséged. Még egyszer mondom, ettől megőrizheted azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek fontosak számodra. De de nem kell, hogy ők legyenek azok, akik meghatározzák a gondolataidat. Mert rengeteg minden van ebben, ezen a világon, amivel nem te rendelkezel, de a gondolataiddal azokkal te. És hogyha te megfelelően választod meg ezeket a gondolatokat, és hogyha Megfelelő lépéseket is teszel ezeknek a gondolatoknak a mentén, ezekkel a gondolatokkal összhangban, akkor elkerülhetetlen a változás. Ez kívánok neked nagyon jó utat!